vitázott az országgyűlés a Lex Ceglédiről, Kósa Lajost, a Fidesz önkormányzati kampányfőnökét, vel fogok beszélgetni az egyre gyarapodó ellenzéki főpolgármester jelöltekről is. Van egy rövid összefoglalónk, ezt nézzük meg, és utána kezdünk beszélgetni. Ceglédi Csabát 6 milliárd forintos adócsalással vádolta meg a bíróság. Az MSZP és Gyurcsány Ferenc ügyvédje másfél évig börtönben volt. A DK azonban európai parlamenti képviselőnek jelölte, ezért kiengedték. A politikus mentelmi jogát a Nemzeti Választási Bizottság megszavazta, ezért a bíróság megszüntette az ellene indult büntető eljárást. Emiatt kezdeményezte a Fidesz a mentelmi jog szigorítását. A Gyurcsány párt kitart megvádolt politikus társa mellett, Arató Gergely rágalomnak nevezte a Ceglédi ellen felhozott vádakat, szerinte a mentelmi jog pedig az ellenzéki képviselők utolsó védvonala. Ceglédi Csaba kezdettől megmondta, hogy mit akar és mi a szándéka, kampányolni akar amellett a párt mellett, amit ennek a rendszernek az ellenségének lát, a demokratikus koalíció mellett. Kósa Lajos itt van a stúdióban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Éppen ma lett hivatalos végeredménye az EP választásokon. Ha sikerül ezt a kétharmados törvényt elfogadni még most nyáron, annak lehet hatása erre a bizonyos EP kampány? Nem visszamenőleges hatású a jogalkotás. Ez már csak a következő választásokra hatályos. Hát, hogy azt is lehet tudni, hogy szombathelyen elindul. Igen, önkormányzati képviselőként, de az sem érinti, mert az önkormányzati képviselőket sem illeti meg a mentelmi jog, ahogy a polgármestereket sem. Uh-huh. Akkor mi a célja ennek a nagyobb célja ennek a törvénynek? Hát láttuk, mi történt. Hogy a Ceglédi Csaba egy visszaeső bűnöző. 2000-ben már elítélték, magánokirat hamisítás miatt, személyes adatokkal való visszaélés miatt. 2003-ban felfüggesztett börtönbüntetése ítélték jogerősen, ugyanilyen tényállások miatt, ott még az adócsalás és a számviteli figyelem megsértése is szerepelt az okok között. Tehát ez egy visszaeső bűnöző, aki ezt csinálja folyamatosan. Most egy 6 milliárd forintos bűnszövetkezetben elkövetett áfacsalás, költségvetési csalás, számviteli fegyelem megsértése, magánokirat hamisítás. Tehát ez elég széles a paletta, amivel vádolják. Egyébként ebben az ügyben már egy részügyben, a Makói Diákszövetkezet ügyében jogerős ítélet is született, ahol szintén Ceglédi volt a szervező, de ott az elkövetők, azok jogerősen elítéltek. Tehát akkor végülis nem teljesen pontos, hogy Lex Ceglédi? Nem, ez Lex Ceglédi azért, mert a Ceglédi mutatott rá arra, illetve az ellenzék, hogy itt van egy joghézag. Az történt, hogy a Ceglédi előzetesben volt, beadták a bíróságra a vádiratot, tehát vádat emeltek ellene, és a Ceglédit a DK felírta a listának a 34. helyre, onnan nem lehet bejutni az EP-re, 21 helyünk van. Viszont meg kellett állítani a bírósági eljárás, és majd most előről kezdődik 26-án, mikor jogerőssé válik az eredmény. Tehát menedéket adtak Ceglédinek, kihozták a büntetőeljárás alól, visszaélve a mentelmi joggal. Mondom még egyszer, itt lehet az ártatlanság véleményt hangoztatni, Ceglédi visszaeső bűnöző. Ezt egyébként a visszaesést a bírósági ítélet 2003-ban már kimondta, erre hivatkozott. Most ugyanolyan cselekményekkel vádolják, csak sokkal nagyobb értékben. És hát kell magyarázata legyen annak, hogy az a nagy ellenzék összefogás egyetlen egy kérdésben valósult meg, a komplett ellenzék megszavazta Ceglédinek a mentelmi jogot, hogy képviselőjelölté vált. Mert ilyenkor a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, kihez fordul az ügyura, most már a bíróság, és kéri a mentelmi jog felfüggesztését, és az ellenzék nem adta ki. Kompletten, senki, a Jobbik sem, még a mi hazánk Magyarország, vagy a Mi Hazánk mozgalom sem adta ki. Tehát a komplett ellenzék összefogott Ceglédi egy visszaeső bűnöző. És ő mit sejt, hogy miért? Ki gründolta ezt az összefogást, és miért? Hát nézze, ugye az MSZP-nek az ügyvédje Ceglédi, Gyurcsány Ferencnek a személyes ügyeiben járt el, illetve Dobrev Klárának az üzlettársa. Dobrev Klára finanszírozta a Ceglédit, és azóta kiderült, hogy 170 millió forint. Nem magyarázom mondjuk a Jobbikot, hogy a Jobbik miért szavazott rá, vagy a Párbeszéd. Hát mit tudhat vajon Ceglédi? Ugye ez a kérdés. Mi az, amit kiderülhetne a bírósági tárgyaláson, ezért még a szavazás előtt Ceglédit ki kellett hozni, és meg kellett állítani a bírósági eljárást, hiszen tudjuk egyébként, hogy az eljárásban többen részletes feltáróvallomást tettek, tehát 10-valahány vádlott van, tehát nagyon sok a vádlott is ebben. Ceglédi volt a maffia szervezője, és hát azt is tudjuk, hogy a korábban felröppent sajtóhírek miatt, hogy a
Ceglédi finanszírozta a Momentumnak a Olimpia aláírásgyűjtési mozgalmát, Ceglédi volt a Kéz Zoltán összellenzéki kampánya mögött finanszírozásban, emberekben, tehát egy olyan háttérembere az ellenzéknek, rengeteg pénzzel, mert hogy hol a pénz, a 6 milliárd forint, amit elsikasztott, azt még nem tudjuk, ami bizony megalapozhatja azt az elgondolást, hogy itt a nem véletlen, hogy a Ceglédit kimentették az eljárás alól, akárcsak időlegesen is, hiszen gondolom kellemetlen lett volna az ellenzéknek, hogyha valami tanú meghallgatás kapcsán kiderül az, hogy itt igazából mi történt. Ki fog derülni, mert a bírósági eljárás újraindul, de meg akartuk azt előzni, hogy ugyanezzel a trükkel még egyszer megakasszák az eljárást, hiszen ha véletlenül lesz egy időközi parlamenti választás, akkor a Ceglédi azon újra el tud indulni, mint jelölt, 500 aláírást összeszed, már mentelmi joga van. És hogyha vissza lehet ezzel a mentelmi joggal élni, akkor az ellenzék vissza is fog, a komplet ellenzék egy bűnözőt hozott ki a mentelmi eljárás kapcsán. Ez a kiskapu most becsukódik? Igen, mert azt mondjuk, hogy ha abban az esetben, hogy valaki elindul a választáson, de előtte, mielőtt jelöltében válik, tehát hogy nyilvántartásba veszik, előtte vádat emelnek ellen, ott már a bíróság az úr az ügynek, akkor arra az ügyre nem terjed ki a mentelmi jog, illetőleg akkor, hogyha előzetes letartóztatásban van, arra sem terjed ki a mentelmi jog. Ha már szóba került itt az ellenzéki összefogás, a baloldali főpolgármester jelölt választás, hát világosan megmutatja, hogy milyen mély és éles érdekellentétek vannak. Legutóbb például az, hogy Gyurcsány Ferenc gyakorlatilag elárulta a korábban, egy héttel korábban még általa is támogatott Karácsony Gergelyt. Mit gondol, vagy milyen összefüggésekre mutat rá ez az ügy? Hát egyrészt arra, amit Gyurcsány Ferenc maga is mondott, és mindenki tudott ezek szerint Karácsony Gergelyen kívül, hogy hazudik nappal, hazudik éjjel, hazudik este. Ugye ezt az összebeszédben mondta. Tehát, hogy Gyurcsány Ferenc egy teljesen megbízhatatlan politikai kalandor, aki bármely szövetségesét pillanatnyi előnyök érdekében azonnal elárulja. De, hogyha ironikus akarok lenni, Karigeri megtalálta az ellenválaszt, megkérdette a luxus ingatlanadó Budapesten, hát ebbe az apró villa a Gyurcsánynak az otthona beleesik bőven, tehát ha véletlenül Karácsony lesz a főpolgármester, akkor már élénke várjuk, hogy mikor veti ki a luxusadót az apró villára. De már ez nem arra gyanakszik, hogy ez Gyurcsány Ferenc bosszúja, hogy ne tudja Karácsony. Nem, Karigeri bosszúja. Mert ugye ezt most jelentette be, és most már ő tudja, hogy a DK bizony nem őt támogatja, hanem Kálmán Olgát. De ez csak ironizálásra, az egész egy olyan bolacirkusz, ami hát a legjobb látleletet mutatja az ellenzék mai állapotáról. Kálmán Olga jelölésével kapcsolatban önnek, mint gyakorló városvezetőnek, akinek van fogalma arról, hogy egy közigazgatást hogy kell működtetni, hányféle ügyel kell egy polgármesternek, vagy főpolgármesternek foglalkoznia. Tehát mire gondol az, hogy aki készít 1000 politikai beszélgetést egy stúdióban, az mennyire ki tudja felkészíteni polgármesteri feladatra? Hát a politikai vitaműsort vezetni és polgármesterkedni az két nagyon különböző dolog. Hogyha csak az lenne a kérdés, hogy ki milyen ügyesen kérdez, akkor az AVC-t kell elindítani a baloldalnak, mert a közvéleménykutatóknál jobban senki se kérdez. Vagy a Hanenrét. Nyilván a Kálmán Olgát sem azért indítja a DK feltétlenül, mert meg akarja nyerni a főpolgármester választást, sokkal inkább azért, mert meg akarja nyerni az előválasztást. Hiszen Kálmán Olga egy remek előválasztási jelölt és egy borzasztó rossz főpolgármester jelölt. Nulla tapasztalattal, teljes alkalmatlansággal, azért, mert valaki ügyesen kekeckedik műsorvezetőként a tévében, az nem jelenti azt, hogy egyébként egy milliós nagyváros tudna irányítani mindenfajta előképzettség vagy gyakorlat nélkül. De kétségtelen, hogy arra jó a Kálmán Olga, hogy bebizonyítsa, hogy már pedig a DK az ellenzék vezető ereje, és meg tudja nyerni az előválasztást, főleg azokkal a meghekkelt feltételekkel, amiről itt olvashattunk, hogy ugye rendkívül nehéz az interneten szavazni, de személyes megjelenéssel könnyű. Ez ugye az bebizonyosodott, hogy az MSZP és a Párbeszéd nevű fantompárt, annak nincsen jelentős mozgósítható, támogató bázisa. Viszont a DK-t remekül tud mozgósítani, Kálmán Olga egy baloldali ikon, a baloldalon nyilván nagy népszerűségnek és ismertségnek örvend, tehát arra kitűnő, hogy az előválasztást megnyerje, arra szerintem teljesen alkalmatlan, hogy egy város vezessen. Az, hogy leszerepelt televíziósok jelentkeznek be főpolgármester jelöltnek, abban ön nem lát egyfajta, vagy nem ad okot aggodalomra, hogy devalválódik maga ez a pozíció?
Nem, mert véletlenül a budapestiek egy rátermelt embert fognak választani, és akkor ki fog emlékezni arra, hogy a futottak még kategóriába kiindult. Mondja már nekem, hogy 2006-ban kik voltak a főpolgármester jelöltek. Úgy teljes körrel, vagy 98-ban. Tehát ezek epizódisták bizonyos feladattal. Tehát a Kálmán Olga arra jó, mondom még egyszer, hogy előválasztást. Hogy a DK ellenzéki vezető szerepét demonstrálja, hogy a Karigeri nem tudom mire jó, szerintem most már nagyon sokat kellene gondolkodni azon, hogy mire alkalmas. Ez Zuglóban látszik, hogy teljesen kicsúszott a kerületi irányítása a kezéből. Ugye az MSZP maga is többször elárulta, hátba szúrta, megvezette. Hát azt, amit az egész ország tudott, hogy a Gyurcsány hátba fogja szúrni, azt csak ő nem vette észre, tehát a teljes politikai alkalmazás. Karácsony Gergely ma bedobta azt, hogy melegbárt nyitna a Városháza aljában. Milyen ügytípusoknak az elintézésére lehet alkalmas egy ilyen speciális, de nyílt szórakozóhely? Nem tudom, hogy vajon ez a legfontosabb elintézendő Budapest számtalan problémája közül, hogy melegbárt nyit a Városháza aljába, de kétségtelen azt meg lehet nyitni. Tehát az melegbárt nyitni, az kétségtelen egyszerűbb, mint egy várost irányítani. De hát, hogyha Karigeri a melegvárban látja a fantáziát, akkor át kell nyergelnie a ilyesmi területre, és akkor lehet, hogy abban még boldogul, mert hogy ezzel a polgármesterséggel nem boldogult, az egészen biztos. Kósa Lajos, köszönöm. Köszönöm szépen.